közösségi mezőgazdálkodás egyik fontos eleme a közösség. Azért nagyon jó tagja lenni egy zöldségközösségnek és önkéntes munkát végezni, mert a városból ilyen csodálatos pedotok közé lehet jönni már kora tavasszal is. Most megmutatjuk, hogy te hogy tudsz részt vállalni ebben. Sziasztok, Perényi Zsófi vagyok, a Tudatos Vásárlók Egyesületénél segítem a közösségi mezőgazdálkodást. Sok család dönt úgy, hogy szeretne megbízható forrásból származó jó minőségű élelmiszerhez jutni. A közösségi működés viszont sok esetben kihívás. Én driver med andelslandbruk, fordi jeg treffer så sabla mange fine folk, og så er det veldig sosialt. Közösségi mezőgazdálkodás egy együttműködés a termelő és a fogyasztó között, amelyben megosztják a termelés gyümölcseit és a kockázatait is. Több országban is azt láttuk, hogy ezek a közösségek egy-két ember vállán nyugszanak. A gazdálkodó és a közösségek szervezői mindent megtesznek azért, hogy a tagok hétről hétre megkapják az élelmiszerüket, de ebben sokszor kiégnek. De szerencsére azt látjuk, hogy Európa számos országában több olyan közösség van, ahol a tagok segítik a működést. Közösségünkben a tagi hozzájárulás mellett évente legalább 3 nap tagi munkát is vállalunk. Ez nekem amolyan terápiás foglalkozás is. Feltölt és kisimít. Lidám pedi farmu, aby hospodáři mohli za kamarády. Vannak olyan dolgok, amivel minden nap foglalkozunk, és nem is gondolunk rá, hogy akár ez a közösség használja is lehetne. Jestem specjalistą IT i w tym zakresie wspieram swoją kooperatywę oraz szukam dla niej dostawców. Van, aki például térképet működtet, hogy az új érdeklődők könnyen megtalálják azt a gazdaságot, amihez csatlakozhatnak. Spravuji adresář farmářů, aby si mohli propojit farmáři spolu se spotřebiteli. Több gazda is mesélte nekünk, hogy nehezére esik a Facebookon kommunikálni. A fotókat megcsinálja, de az, hogy ezt minden nap kirakja a közösség részére, az már túl sok idő. Ebben is segíthetsz neki. Fotókat szoktam készíteni a kertről, kerti munkákról, zöldségekről, közösségi eseményeinkről. Én Daniellának segítek a kommunikációban és a Facebook oldal kezelésében. Ha van időd az átadások előtt segíteni, összeválogathatod azt, ami a családok dobozába kerül. Dziś na dyżurze 3-godzinnym członkowskim swoim będę pakowała zamówienia naszych klientów, żeby mogli sobie odebrać zakupy od nas i kupować u nas rzeczy mimo pandemii. A heti átadások segítése is egy olyan feladat, ami megkönnyíti a működést. 1-2 óra alatt kell a családoknak átadni a zöldséget, gyümölcsöt, húst, tojást, hogyha ebben tud segíteni, akkor sokkal gördülékenyebb lesz egy ilyen átadási alkalom. Én szoktam áthozni a Szentendrei szigetről Váci oldalra a rekeszeket. Legtöbbször a gyerekek is velem szoktak jönni a kertbe, nagyon szeretünk itt lenni, ilyenkor az állatok etetésébe is besegítünk. Cześć, nazywam się Małgosia, jestem dziś na dyżurze w sklepie i zajmuję się pomaganiem, przynoszeniem rzeczy z piwnicy i rozpakowywaniem na półkach. A közösségek életében gyakori esemény a gazdaságlátogatás. Ilyenkor a családok kimennek a gazdaságba, körbenéznek, kicsit segítenek is a gazdának és élvezik az együtt töltött időt. Évente többször, akár több napon át segítek a kerti munkákban és a gazdaságlátogatásokon is serénykedek, én vagyok a kávé felelős. Ha szeretsz emberek között lenni és szervezkedni, segítheted a közösségek hálózatépítését. Aktívne tvořím KPZ koalici, Českou národní síť KPZ. Az élelmiszer közösségeket hálózatok és civil szervezetek segítik, hogy minél jobban tudjanak működni. Ezek a szervezetek népszerűsítik a mozgalmakat, térképeket működtetnek, képzéseket tartanak olyan gazdáknak és fogyasztóknak, akik új közösséget indítanának, és népszerűsítik a témát. Ha nincs időd önkénteskedni, támogathatod ezeket a szervezeteket is. Être amapien, c'est participer à un combat très large pour la biodiversité dans les champs.
Ha érdekel, hogy a közösségi mezőgazdálkodás miért jó a környezetnek és a társadalomnak, nézd meg másik kis filmünket is. A linket a videó leírásában találod. Akkor se aggódj, ha nincs időd rendszeresen segíteni. Tegyél meg annyit, amire lehetőséged van. Már a legkisebb segítség is számít.